Biziel Szilveszter professzor urat köszöntöm. Időnként felbukkanunk egymás életében, és, és jót tudunk beszélgetni, legalábbis én mindig azt gondolom, és ezért most örömmel veszem, hogy elfogadta a meghívásomat. Még aktualitása van, én egyre gondoltam, de hirtelenjében kettő lett. Az egyik, hogy megkapta a Szent István rendet, amihez én gratulálok. A másik, amit én kaptam most ajándékba, öntől egy könyv, angol nyelven, új szövetség, szövetség, és a legújabb szövetség a tud... tudomány. lehet Igen. legújabb szövetség? Igen, lehet ezt így is fogalmazni. És miután ebben még belenézni sem tudtam, annyira szinte Igen. meleg ez a könyv. Mi a, mi a, a tudomány szövetsége? Mit írt erről? A, a, az elmúlt évezredek folyamán a Ószövetség adott a világnak egy olyan erkölcsi alapot, ahol a tíz parancsolatban... Az első három ugyanaz Istennel való viszonyunkat szabja meg, de a másik hét az már az embereknek egymás közötti, sőt a természettel való kapcsolatát szabályozza. Magyarul adott egy olyan erkölcsi alapot, amelyre épült tulajdonképpen az európai kultúra, de a folytatásaként az észak-amerikai kultúra. És az Új Szövetségben pedig Jézus Krisztusnak, a megjelenése pedig, a, főleg a hegyi beszédben megjelenítette a szeretetet. Szintén az embereknek az egymáshoz való kapcsolatának a kvázi alfáját. És a tudomány viszont a 19. században, 20. században exponenciálisan fejlődött, és sajnos az erkölcs nem tudott Jézus születését mondjuk az elmúlt 2000 év óta fejlődni. Ennek az eredménye a nácizmus, a holokauszt, a, a sztálini rémuralom és a terrorizmus, aminek most napjaink problémája. Tehát arról van szó, hogy a tudomány exponenciális fejlődése az emberiség kezében olyat adott, olyan fegyvert, olyan hatalmat adott, amivel még soha, soha az ember nem rendelkezett. És ennek az eredménye, hogy ez nem fejlődött párhuzamosan, vagy együtt az erkölcsel, az emberiség erkölcsel, ez óriási problémákat okoz ma is mindenhol Európában, a világon. Itt arról is van szó, hogy az erkölcsöt, és ebben a könyvben erről is beszélünk. Erdő Péter, Magyarország bíborosa, vagy Svejszer József főrabbi, ez még ma magyar változatában volt, Svejszer József főrabbi, és én is arról beszélek, hogy az erkölcsöt, az embereknek egymáshoz, a megértésnek a filozófiáját generációról generációra tanítani kell. Még a hatalom eszközeit, az atombombát, a legkülönbözőbb ö, 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 eszközrendszert, azt készen kapja az ember is használni tudja, és ezért hihetetlen fontos a, a tulajdonképpen a tömegkommunikációnak a szerepe. Ezért különösen fontos az értelmiségnek, a, a gondolkodó embereknek a szerepe, hogy ezt az erkölcsöt, ezt a magatartásformát tanítsák. Tehát most arra gondol konkrétan, hogy a tudomány olyan sebesen haladt előre, mi emberek ettől erkölcsileg bőségesen lemaradtunk, és ha már az atombombát említette, Teller Ede gondolt arra, hogy, hogy ezt egyszer majd az emberiség ellen fordítják? Tehát a tudós megállhat, ha tudja, hogy, hogy bajba sodorja a világot? Most egy nagyon-nagyon lényeges kérdést érint. A tudósnak a szabadságát soha nem szabad elvenni, nem szabad korlátozni. De a, a tudomány eredményének felhasználási módját viszont a parlamentekben a jogalkotóknak kell korlátozni. Na de hát itt van az erkölcsiség hiánya. Tehát nem tudom, hogy, illetve sőt, tudom, hogy rosszra fordítom a tudományt, mert hiányzik belőlem az az erkölcsi norma, amelyik megakadályozhatna hát ezt. ez a könyv tulajdonképpen ezt is érinti, ezt a kérdést is érinti, és itt van az a nagy probléma, hogy vajon Európa hova jut? Hova jut a jövőt illetően? Hova jut a világ? Most nem akarom Afganisztán példáját hozni, hát... 20 éven keresztül az Egyesült Államok, a NATO ott volt. Kivonultunk. Mi lesz? Mi következik? Itt is erkölcsi kérdések jönnek előtérbe. És ahogy a zsidó-keresztény viszonyban is, erkölcsi kérdések jönnek elő. A hegyi beszéd, Jézusnak a hegyi beszédében ott van, hogy hogy kell viselkednünk egymással. Nem csak az egyivásúaknak hanem a másikkal. Gondolt arra, hogy most már 85 éves lesz, hogy önnek az utolsó lehetőségei, hogy beleszóljon ilyen formán a világ dolgaiba? Tehát, hogy felhívja a figyelmet, hogy kérem szépen, baj van. Mert mondhatnám, hogy önt lehet, hogy már nem érinti, hogy mi lesz 30-40-50 év múlva a világban. De a figyelmeztető jeleket még megadhatja. Ö, És az... talán a tudásával a tapasztalatai révén. Az utolsó gondolatával nem teljesen értek egyet, mert igenis nekünk, a mai élőknek van felelősségünk a jövőt illetően is. Sine preteritis nulla futura mondja a latin közmondás. Múlt nélkül nincs jövő. A, a régmúlt, a mába érő múlt nem csak jelenünket befolyásolja, a jövőnket is. Ezért kell beszélni ilyen kérdésekről, mint ahogy ebben a könyvben beszélünk, vagy ez a beszélgetés most. A rádió hullámosztain keresztül is tulajdonképpen szerintem, és ezért köszönet jár önnek, azt szolgálja, hogy felhívni a figyelmet, hogy milyen fantasztikus problémák előtt áll az emberiség, hiszen kezében végtelen hatalom van. Hogy tönkretegye a Földet, tönkretegye azt a kultúrát, amelyet fölépítettünk. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol arról, mint hívő ember, hogy itt van ez a COVID-járvány, most már másfél éve szedi az áldozatait. Ennek volt Istennek valami célja ezzel? Egy figyelmeztetés a világnak? Ezt sokan fölteszik ezt a kérdést, mindahogy, hagyd mondjam meg, holokauszt áldozata is fölteszik azt a kérdést, hol volt az Isten. Az ember szabad akarattal születik. Megkapja az erkölcsi normákat, megkapja, meg kellene kapnia az erkölcsi normákat, pontosan fogalmazva. És ahhoz kéne szabnia a gondolatát, sőt, a cselekedeteit is. És az a probléma, hogy az ember néha erről megfeledkezik, vagy meg se tanulta. Ebből tragédiák származnak, említettünk egy párat. És ezek a tragédiák tulajdonképpen fölhívják a figyelmet arra, hogy nem szabad ezekről megfeledkezni. Mindig újra és újra beszélni kell róla. Miért? Mert, mert újra és új, újabb és újabb generációk születnek, akik már csak legyintenek. Ugyan mese, nagypapa mondta, nagymama mondta, meg a szülők. Nem kérem szépen, ezek valóságok. És miről, mit mondtam az előbb? A latin közmondással? A mába érő múlt a jelenünket és a jövőnket is. Tehát ezért azt mondom, hogy mi felelősek vagyunk a jövőnkért is. És én, mint tudós ember, akit netán meghallgatnak jobban, mint egy átlagembert, igen, nekem meg kell szólalni, amikor annak lehetősége van, vagy amikor olyan dolog történik, amivel nem értek egyet. Karikó Katalint szóba hozom, mert azt gondolom, hogy most nagyot alkotott, mint tudós ember a világnak. Mit gondol, Ö, jár érte egy Nobel-díj? Előbbre vitt a világot ezzel az oltóanyaggal? Tehát egyrésztől baj van a világban, de valami a tudomány olyat hozott által a felszínre, ami lehet, hogy megmenti az emberiséget. Megítélésem szerint, és a világban élő neves tudóstársaim szerint is, meg. Megérdemli. Azt is megmondom, hogy miért. Ne uh, úgy, uh, úgy, fog, úgy fogalmazzunk, hogy ezért az oltóanyagért, ezért a vakcináért. Igazából ő nem ezt fejlesztette ki, hanem hogy lehet különböző uh, súlyos megbetegedések ellen, uh, 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 Messenger uh, uh, ellenével uh, uh, vakcinát. Uh, mert eddig, a múltban erre nem volt lehetőség, rengetegen meghaltak tőle. Sőt, fölfedezett valamit, amit már ö, ö, Szegeden is elkezdett csinálni, hogy hogyan lehet módosítani a, a molekulát ahhoz, hogy az emberre ne legyen veszélyes. És ö, ö, ő rá kellene, stb. is most hagyne soroljam, és az egyik nagy, ö, ö, most már konkrét ö, termék, amely hasznos, amely milliókat ment meg, és ez a, 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 a vírusellenes vakcina. Az jut eszembe, hogy ha nem akar róla beszélni, ne beszéljen. De amikor itt a Tudományos Akadémia körül, jöttek a, a különböző fordulópontok, hogy a tudósok számoljanak be arról, hogy a kapott pénzt mire költik, és akkor itt nagy felbújdulás volt, hogy ez a tudomány szabadságának a meggyalázása. Na most csak Karikó Katalinra hatérek, ha megkötötték volna a kezét, hogy számoljon be, hogy mire költötte az amerikai Egyesült Államok pénzét, akkor bizony bajban lenne, mert nem erre ez a véletlen hozta neki, hanem egész más, és hosszú-hosszú évekig lehet, hogy nem is volt eredménye. Hogy el lehet -e tudó számoltatni a pénzzel, a költségekkel, az idejével. A pénzzel mindenképpen, mert az adófizetők ö, ö, pénzét költi. De hogy milyen témát választ, és a Karikó Katalin, amit említett, csodálatos példa, mert ő olyan példát választott, olyan területen kezdett el dolgozni, amelyre mindenki azt mondta, minden bíráló bizottság, minden grant committee, a oh, hülyeség az egész és ő megmaradt mellette. Mi volt? Alkalmazta a tudós szabadságát, ami a témaválasztását illeti. Azt, hogy ő neki el kell számolni, amit kap, vagy amit kapott, az egy természetes dolog. Tehát ilyen szempontból, amikor én azt mondom, hogy a tudós szabadságát meg kell hagyni, és amit korlátozni kell, hogy amit felfedez, azt vajon a jogalkotó, a parlamentek, Engedélyezik-e, vagy nem? A járvány kapcsán eszembe jutott az ön édesapja, hogy egy nagy járványt a család már megszenvedett, mert ha jól tudom, az, édesanyja, az édesapja a TBC járványban halt meg. Tehát pontosan tudja, hogy mit jelent egy világjárvány, érzelmileg és, és családilag. Igen, ez borzalmas, akkor gyógyíthatatlan volt. A gyógyítás eszköze az volt, hogy vagy elküldték... Ö, Thomas Mann varázshegyére föl hát, jó levegőt szívni, vagy pedig lázcsillapítót adtak. Ma már gyógyítani tudjuk, és nagyon sok vírusbetegséget gyógyítani tudunk. Az orvostudomány hatalmasat alkotott. Az elmúlt 50 évben hihetetlen nagy a fejlődés. Az, hogy az átlagos életkor most már az egekbe szökik lassan. A 80 éves ember az nem ritka. Tessék, itt ül 85 éves, az igen, szellemileg, ülök, fizikailag igen. csodás állapotban. Nem tudom a nagypapája meddig él, de lehet, hogy ezt nem mondhatta volna el a felmenői. Biztosan nem mondhatta volna el. Ez azt jelenti, hogy az, or, az orvostudomány fejlődése hozzátéve szociális szempontokból való fejlődést is. Az emberiség nagyobb részének, mert azért legyünk őszinték csak í, ezt mondhatjuk ki, az átlagos életkora jelentősen megnőtt. Tehát közel vagyunk a 80 évhez, és ez nagyon nagy dolog. Az átlagos életkorról beszélünk. Tehát. Ilyen szempontból tisztelni kell a tudományt, tisztelni kell a tudósokat, tisztelni kell a, a például a vírusjárvány alatt a magyar orvosi egészségügyi ellátásnak csodálatos működését. Ki hitte volna, hogy ilyen gyorsan, ilyen szakszerűen, tud, ilyen, hogy mondjam, fegyelmezetten tud alkalmazkodni egy rendkívüli helyzethez, amelyet, amelyhez nagyon nagy országok. Most hagyd mondjam meg, ahol évekig dolgoztam az Egyesült Államokban, az Albert einstein között nem tudtak alkalmazkodni. Mindig problémák vannak. Nálunk ma itt Európában legalacsonyabb például a kórházi leterheltség a negyedik hullám elején, vagy közepén most egyelőre, de lesz negyedik hullám. De minden esetre az előjelek azt mutatják, hogy Jól, jól alkalmazkodtunk, jól kezeltük ezt a akkor aztán nekem hátha tudja, amit én nem értek, hogy Európában mi miért tartozunk azon kevesek közé, akik a halálozási statisztikánál azt mondják, hogyha a valaki mondjuk bekerül egy rákos megbetegedése, de mondjuk ne Isten az utolsó két napban covidos lett, akkor covidban halt meg. Tehát rontjuk a saját statisztikánkat. É, én azt hiszem, hogy eleve a magyar átlagembernek az általános egészségügyi állapota nem jó. Rosszabb, mint például Svájcban élőké. Egy nagyon érdekes statisztika van egyébként, hogy a budai kerületek egészségügyi állapota az vetekszik Czürich legdrágább kerületében lakók állapotával. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontosak a szociális körülmények is. Nagyon fontosak a hozzájutás az egészségügyi ellátáshoz. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak még van területe, ideje fejlődni, de meggyőződésem az is, visszatérve, ami most történt és történik, az csodálatos. Én most kaptam meg a harmadik oltást, csak azt tudom mondani mindenkinek ez az egyetlen egy lehetőség van, hogy ne kapjuk meg úgy a fertőzést, hogy súlyos következményekkel jár. Mert ha meg is kapjuk, ez mind egy enyhébb influenza fog elmúlni. Ha kellő az immunrendszerünk kellőképpen úgy van alkalmazva, úgy van irányítva a vakcináció eredményeképpen, hogy védekezni tud. Tehát ez egy kulcskérdés ma most, hogy az egészségügyet mondta, és kicsit bulvár, hogy Sorbert Norbertet nemrégiben sztrokkal vitték kórházba, és mentő helikopter vitte. Na most azért sokan felkapták a fejüket, hogy ha én kapok sztrokkot, értem, nem jön mentő helikopter. És itt visszautalok a második kerület meg a budai környékre, hogy ott jobb az egészségügyi ellátás. Tehát sok esetben az, hogy az ember hova, hogyan kerül, az pénzkérdése. Hát most én mondjam, a tényleg által nagyon tisztelt szerkesztő szerkesztőasszonynak, hogy nagyon nem mindegy, hogy honnét jövünk. Nagyon nem mindegy az, hogy mit kapunk a kis útiszatyorba, útra való, hogy merre menjünk és hova menjünk. Hiszen az emberiség kultúrájában, és az előbb beszéltünk ószövetség, új tudományról, mindegyik, mit mond. Hogy tanulj, fiam. És ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát az indítás nagyon fontos. És meggyőződésem, hogy a. és az én tanítványaim. Én nagyon sokat adtam a tanítványaimnak. Az egész világon híres professzorok lettek. És én arra vagyok büszke, hogy van köztük olyan már, aki jobb nálam. Nem tudom, érti. Abszolút. Aki jobb nálam, és ez az igazi mester, aki úgy tudja átadni a tudását, mint ahogy én is, Sir William Pétennek Oxfordban köszönhetem, hogy amit kaptam útra valól, a szatyorba, miről az előbb beszélünk, hogy, hogy hova jut az ember és mi lesz belőle. Honnan jött el Szilveszter? Mi ez a kis batyú, amit mondjuk a szüleitől kapott? Talán azt, hogy, hogy soha ne ad föl. Én nagyon sokat sportoltam, és uh, uh, hogy mondjam, nagyon sokszor vereséget szenvedtem, leestem a szerről, mert versenytornász voltam, és hazamentem, és szomorúan, és azzal fogadtak otthon, Semmi baj, legközelebb már jobban fog menni. Tehát mindig pozitívan kell viszonyulnunk az utódainkhoz. A genetikailag átörökített tulajdonsághoz, testi tulajdons. De a szellemi, azt mi adjuk útközben. Tehát otthonról nem hozzuk a szellemi géneket. Ne, nem befolyásolják, nem. hogy honnan a, jövünk, a, honnan a, származunk? A, a, a igazi hogy mondjam, öröklésnek az információ áramlása valódi énje. Tehát amit mi most csinálunk, ez is információ áramlás. Hihetetlen fontos szerepet játszik. Információt át kell adni. T.S. Eliotnak van egy, a sziklákban egy gyönyörű pársora. Elszabad mondani? Hogyne? Where is the life? We have lost in living. Where is the wisdom? We have lost in knowledge. And where is the knowledge? We have lost in information. Az életben olyan gyorsan, most egy szabad fordítás, olyan gyorsan élünk, hogy megfeledkezünk, ahogy Szent Ágoston mondja, a körülöttünk révő emberről. És olyan, és az erkölcs elveszik a végtelen mennyiségi tudásban, amiről ma beszélgettünk itt. Mert a tudás, a tudomány olyan eszközt adott a kezünkből, hogy elfelejtjük kezünk az erkölcsről, amit hozunk az Ószövetségből, amit Mózes megkapott. És ugyanakkor a végtelen mennyiségű tudás is elveszik a hihetetlen adathalmazba, amit az információ, a világháló számunkra lehetőségként ad. És ezt kell tudni feldolgozni. Na ezt otthonról lehet hozni. Mit hozott otthonról, mit mondtak a szülei, ha buktatók vannak? Mert azért az élete során most ugye világhírű professzor, mindenütt ismerik a nevét, a tudományát, a munkásságát, de hát azért ez egy hosszú út volt idáig. Igen, nem nagyon gondolom, hogy itt nem voltak mély buktatók, ahol, ahol fel kellett állni és egyenes gerinccel kellett tovább mennie. Igen, voltak az életemben, de felálltam, nem adtam fel. Igen, azt is el kell mondani, néha kompromisszumot kötöttem. De ami viszont megtámogatott engem, hogy a cél, amiért fölálltam, a cél, amiért esetleg kompromisszumot kötöttem, az valami jó volt. A, a bónum komune a közjónak a, a, a szolgálata. A tanítványaimon keresztül tulajdonképpen én ezt csinálom. Mert ők tovább viszik azt a tudást, tovább fejlesztenek híres gyógyszereket. Az én felfedezésemből nekem nem lettek milliárdjaim. De nagyon sok nyugati nagy gyógyszernek 10 milliárdos értékben gyártja azt a gyógyszert, ami azon az alapon fejlesztettek ki, amit én 2000-ben például leírtam, és kapott 2500 idézetet, magyarul 2500, legalább 2500 tudományos dolgozatban méltatták az én felfede, vagy a kollégáimmal együtt felfedezett dolgot. Tudja, és ez ennél nagyobb díj nincsen, még a Szent István renddíja se. Hm, hát, milyen igaza van. Ahova járt középiskolába, fái középiskolába, azt néztem, hogy, hogy hány tudós ember akadémikus végzett? Hét. Ut? Hogy mit tudott ez az iskola, te jó ég. Hét. Én Bencés gimnáziumból kerültem oda, és akkor a Csepeli Bencés gimnázium, ezeket megszüntették. A, a mm, Lónyai utcai reformátusnak, és ezeket meg a, már nem is tudom milyen gimnázium, és ezekből e, e, verbobáltak. És akkor még nem volt e, e, szakiskola, e, hanem rendes, humán gimnázium volt. És hét akadémikus lett. De mitől volt annyira jó ez az iskola? Hát megint a merítés. A merítés. A, a merítés, hogy olyan gimnáziumokból kellett összeállítani egy újat, hogy nagyon jó volt az alapanyag. Tehát ez nagyon fontos, az alapanyag. Hát igen, tényleg jó volt. Visszatérve a, hitre, ez nekem mindig egy nagy kérdőjel, hogy egy tudós ember, ön is, aki, aki feketén-fehéren látja a világot, és az objektív valóságot kutatja, azt meséli, azt, azt vallja, az hogy hihet, a, hogy hihet Istenben? Hogy hihet egy, egy földön kívüli dologban? Ö, ez a magánterület része. De magánterület? Én, igen, hogy a vallás magánterület. De amikor még maga született, lehet, hogy benne volt a születési anyag. Ki van be a, érni, a vallás. A hát, hát annyira nem volt magánterület van, ez. De akkor... ma már az. De ennek de ellenére. Lehet, akkor az meg neked. Meg neked. De ez mondja meg nekem. De erre is, hogy nagyobb. De, miért... Na, de válaszoljon. Válaszol válaszolok. Mindjárt egy nagyon nagy embert hozok segítségül. Albert Einstein. Aki azt mondta, hogy az a világ, most én szabadon mondom, amit ő állított, az a világ, amit kutatunk, a világmintenség, ahol törvényszerűségeket állítunk föl, valami olyan nagyszerűségről, tökéletességről árulkodik, hogy valami rendkívüli erőnek kellett lenni, amelyet ez létrehozta. Én másképp fogalmazok, orvos vagyok, hiszem, hogy genetikailag nagyon sokat adunk tovább az utódoknak, hogy és itt a férfi és a nőtől örökölt gének együttes, és ez megy tovább szinte a végtelenség És ezt tessék tudomásul venni, hogy a végtelenségig mi tulajdonképpen valahol gényeinkben jelen vagyunk. Én azt tudom mondani, hogy a kis Giliszta a Földön, annak a gén állománya, mennyiségben talán fele az emberi, de a struktúrája, az összetétele, az alkotó elemei, azok ugyanolyanok, mint az emberi. Tehát valami olyan legószerű felépítése van a világnak, amely. Arrenget következtetni, és olyan logikai rendszer fedezhető fel minden nap a kutatási eredményeink során, hogy valahol abba kell hinni, hogy valami egészen rendkívüli hát erő volt az, vagy, vagy ö, ö, szellem, amely ezt így, ilyen logikai alapon így tudta összeállítani és minél mélyebben megyek bele a, a, a kísérleti eredményeim alapján, a mélybe, a, 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 az ismeretlenbe, annál inkább belül megjelenik, hogy hoppá, hát itt valami egészen rendkívüli csodáról van szó. Tehát minél inkább valaki elmélyed a tudományában, minél inkább odaadja magát, hogy meg akarja ismerni az igazat, az igazsághoz velezdő utat, annál inkább kezd elbizonytalanodni, hogy hogyan lehetséges, hogy most is milyen logikai összefüggéseket, sőt, azzal is öffezeg, sőt, a növényvilágban, az élővilágban, Micsoda azonosságok vannak? Hogyan lehetségesek? Most nem mondom a fizikai példákat, én csak a magamét mondom. Tehát ez a... Tökéletesség, igen. Ez a tökéletesség, amit Értem. maga most kimondott, ez elbizonytalanítja az embert, és elkezd hinni valamiben, ami maga mondta valahol, a mindenben, a végtelenben van. Egyébként Csóka Jandrásnak fogalmaztam egyszer meg, aki nagyon hívő ember, hogy, és sokat beszél is erről, hogy ha mondjuk műtétre szorulnék, akkor elbizonytalanodnék, hogy mondjuk ő legyen az idegsebészem, vagy valaki más, mert nem tudom, hogy ő műt, vagy a jó isten műt. És erre mondta András, hogy nyugodtan bízzam rá magam, mert amikor belép a műtőbe, előtte még imádkozik, de hogy bent van már, már ő van ott. Ő igen. van ott, igen. Tehát nyugodtan a kezében, meg a tudásával lehet bízni. De, de értem, amit mond, abszolút, de akkor még visszatérek arra a kérdésre, amit mondott, hogy, hogy ez abszolút magánügy, hogy miért lett magánügy a hit. Én azt gondolom, hogy talán érdemes lenne sokkal többet beszélni róla. Pont, pont amivel kezdtük, hogy olyan erkölcsi hiányosságaink vannak, hogy talán így vissza lehetne vezetni az emberiséget az erkölcshöz. Um, hát, uh, uh, hogy mondjam, a 20. század elején a liberalizmus olyan csodálatos alapelveket hozott be, hogy, és ebbe beletartozott a magánélet, beletartozott a vélemény, a magánvélemény, de beletartozott a hitvilága. Most ne úgy gondoljuk, hogy, hogy a vallásosság kérdése. Tehát egy csomó olyan kérdés, amelyet ma a modern világ kezd negligálni. Mi az, hogy magánvélemény? Nincs magánvélemény. Én megmondom, hogy mit gondoljál. Tehát a 20. század elejének nagyon szép, csodálatos, nem akarom mondani, hogy milyen hát, klubok alakultak, 1910-20-30-ban, ahol eh, eh, irodalmi eh, társaságok, amelyek csak ezt továbbfejlesztették, ez ma kezd a 21. században eh, mindegy eltűnni, és ez azért eh, számomra nem jó, mert igenis szerintem minden embernek van magán belső világa, amihez joga van. Értem, jó. <laughs> Abszolút értem, értem, amit mond. Van-e, most az agyra egy kicsit visszatérnék, mert mégiscsak ez a szakterülete. És itt van a, a millió gyógyszer, a hosszú élet titka részben, hogy euh, tudják-e már, hogy milyen hatással van az agyra ez a, ez a sok vegyszer, kémiai szer, amit magunkhoz veszünk. Van egy, van, van egy élet meghosszabbító hatása, ez egészen biztos. <laughs> kedves Zsuzsa maga fölkészült belőlem, de nem baj, válaszolok a kérdésére. Én nem a... úgy készültem, hogy gondolja, egyszerűen imádom az előadásait hallgatni, mert népszerűek, mert érthetők a tudomány mellett. Civil ember is fogyaszthatja, tehát egyszerűen szeretem. Köszönöm. Figyeljen! Az emberi agy Hihetetlen működésének eredménye a tudomány, amiről exponenciális fejlődés, amiről beszéltünk, és az erkösnek csak lineáris fejlődése, milyen tragédiákot vezetett és vezetni fog még a világon. Eljutottunk a holdra, Marsra. Megoldjuk azt, hogy milyen végtelen piszik kis fizikai egységek vannak, amelyre épül a világ. Legószerűen. Hogy a biológiában olyan felfedezéseink vannak, olyan eszközeink vannak már, hogy bele tudunk a sejtekbe bújni, hogy helyszíni közvetítést adunk az anyagcsere működéséről. És ez mind az emberi agy működésének az eredménye. Amiről keveset tudunk, hogy hogyan működik ez az eszköz. Még mindig keveset? Még mindig ez az emberi agy hogyan működik, hogyan tudja mindezt létrehozni. Hogyan? Mi az eredménye? Én, nekem van egy titkom, én gondolom, hogy hogyan. A világon ez az egyetlen egy terület, a tudomány, amely kalákában működik. Az egyik tudományos eredmény próbálja kritizálni a másikat, majd Nézze meg a dolgozataimat. 20-30-50 idézet van benne. Azokat idézem, akik esetleg, főleg akik esetleg nem értenek velem együtt, mert vitatkozom velük. És ez a vita, ez a kala egymás segítő kritika viszi az igazság fele a tudomány ösvényén a tudós tevékenységét. Nem így működik semmi más a közéletben. Igen. Ez a nagy különbség. Ezért van az, hogy hogy, hogy, a, hogy az emberi agy képes arra, az egyik ezt tudja jobban, a másik azt a harmadikat, de ez mind valahol összefog. Érti? Igen. És ennek az eredménye az, hogy az igazság fele megyünk. És nem az egyik legyőzi a másikat, a másik az egyiket. Na, ez a nagy különbség. Talán emlékszik rá, amikor jó pár évvel ezelőtt beszélgettünk, még akkor egy békés világ volt, és akkor még a rákutatásról beszélgettünk. És azt mondta nekem, hogy meglátom, volt ez vagy tíz éve, hogy nem a rák lesz itt az emberiség nagy, nagy fegyvere, vagy a nagy, nagy katasztrófája, hanem a vírusok. És akkor még nem tudtam, miről beszél. Nem is értettem. És igaza lett? Sajnos igaz, és ez a vírus, nem az első, hiszen már sok súlyos vírus alapú megbetegedés volt, sok millió ember vesztette életét. Lesznek még vírusok. Mert a tudomány még nem tudta felfedezni, hogy ezeket a vírusokat, vagy a terjedését hogyan lehet igazából megszüntetni. Tehát óriási a kihívás. Az előbb említettük az emberi agy megismerését, ez is egy hatalmas kihívás. Tehát még lesznek gondjaink, lesznek problémáink. Itt megint valami olyasmire van szükség, hogy a közjót, a közérdeket kell tudni szolgálni. Talán annyit, hogy az egyéni érdeket jogilag, Társadalmilag úgy kell szabályozni, mert szükség van rá, ez a fejlődés motorja. Úgy kell szabályozni, hogy a közjót is szolgálja. Ha ez sikerül egy országban, egy Európában, egy Európai Unióban, egy világban, akkor nekünk, ugye beszéltünk a jövőről, én mondtam, hogy felelősek vagyunk, a jövőnkér is, akkor a jövőre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy optimista vagyok, és e, úgy érzem, hogy nagyon jó lesz a jövő. Miután az Akadémia tagja, akkor szerintem biztos olvasta, hogy én is, volt elnöke is, olvasta Dénes Ádám agykutatónak az új kutatási lehetőségét, hogy COVID-ban elhújt Igen. emberek agyát voncolhatja, mert csak így fejlődik nyilvánvalóan a tudomány, meg az orvostudomány is. Belefolyt ebbe, vagy ismeri ezt a területet? Ismerem. Dénes Árdámmal van közös publikációnk, nálunk dolgozik az intézetben. Ma nem találkoztam vele reggel, de megyek vissza, lehet, hogy találkozom. Igen, nagyon érdekes. Na, szerint... Erre gondolok, hogy ez egy nagyon érdekes terület. Nagyon érdekes nem? terület, nagyon érdekes adatai vannak, nem illik nekem ezt köszönni. Itt volt vendég nálam, tehát amit lehetett, ő ja, én csak nagyon tiszteltem meg ezt a, ezt a feladatot. Igen, nagyon érdekes eredményekhez jutott méghozzá ahhoz, hogy a központi idegrendszerre hat a vírus, ott is hatást fejt ki, és azon keresztül tudja például a légzőszervünk működését, stb. stb. befolyásolni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert fölmerül egy olyan gyógyszer fejlesztésének az igénye, hogy valahol a központi idegrendszer, megint visszatértünk az én területemre, a központi idegrendszeren belül kell igazából befolyásolni, is kell befolyásolni. Igen, és hát ehhez boncolniuk kellett, hogy ez biztonsággal. Ez a csodálatos a tudósokban, hogy bármit kérdezek, amire azt mondják, hogy amit nem kutattunk, az még nincsen. Tehát nem Igen. találgat soha egy tudós Igen. ember, hanem megalapozottan kutatja, és utána mondja ki rá a választ felelősség teljesen. A korát már említettem, még egyszer nem említem, de mondjuk ha egy bakancslistát össze kell állítani. Akkor mi lenne ez? Hú. Uh, hát könyvvel kezdem, jó? Thomas Mann Zauberberg. Varázshegye. Megmondom miért, mert ott megjelenik a nafta a szeptembrini, tehát megjelenik két személy, amelyben megjelenik a jó igénylése, és a, a ha nem is gonosz, de a negatív bölcselet, a negatív, filozófia. És egész csodálatosan írja le ezt Thomas Mann, és ezt mindenkinek el kell olvasni, mert ez napjainkban is jelen van. Tehát meg kell élnünk, akár a munkahelyünkön, akár egy rossz házasságban, akár a közéletben, hogy itt egyensúlyozni kell. Egyensúlyozni kell. És Kit segítünk? Kimellé állunk? Vajon a tudós, aki megteheti a közéleti szereplő, vajon föláll és azt mondja, hogy állj, kávé, mondja latin, állj, itt baj van, ez nem mehet így tovább. Tehát van egy egyéni felelősség, hogy vajon az ember hogy és mint foglal állást, akár a családban, akár a munkahelyén akár a kisközösségben, akár a futballpályán, vagy akár a közéletben ott fönt a magasba. Igen, hát egyébként ezt már kiskorban lehet tanulni, ezeket az egyensúlyozásokat, de folytassa tehát varás egy, de még eszembe jutott a varás egy kapcsán, hogy legalábbis én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy ezt olvastam tizenévesen, és akkor gyorsan a cselekmény hajtott, de lehet, hogy újból el kell olvasnom, hogy ezeket, amiket most mondott szempontokat is figyelembe véve kövessem, mert egész mást jelent 20 évesen, és mást mondjuk 60 pluszasan. Hát az ember magával viheti a Bibliát, de magával viheti, ugye engem ezért megköveztek, hogy a 47-ben jelent meg, Körkérdés volt, hogy mit tart a második világháború után a legnagyobb, legfontosabb regények egyikének, és ez a Zaphegyező. Most tudom, lehet, hogy maga is. Én negatívan szeretem. Fog... Nem, nem, én szeretem a Zaphegyezőt. <laughs> Nekem is ott van a könyves De érti, Az is miért? Egy lázadó, fiatal ember azt mondja, hogy elég volt itt a most megbékéltetek, nem akartok semmit csinálni. Hát miért, miért? Miért ez a visszavonulság? Hiszen most kell építeni. Mit? A jövőt. Tehát egy, megjelenít egy olyan megjelenít egy olyan magatartás formát, amelyre mindenkor szükség van. Ön az irodalom segíti élni? Ö, segít, szeretem, ha elolvassa az én ö, beszédeimet. nagyon sok ö, nagyon sokat idéz, nagyon sokat és fejből, én, és nagyon sokat látszik, idézek. hogy ez nem felkészültségből, hanem szívből jön. Igen, nagyon sokat idézek, igen, ö, úgyhogy ö, tehát ez egy segítége. fontos része az életünknek. Hogy nem felejt? Hát ezt jól tudja, mint agykutató, hogy tároljuk az információkat, de azért felejtünk is. De valahogy ezt önnél nem veszem észre. Na, nagyon köszönöm, de hát én is felejtek, mindenki felejt, ez természetes. És ha már kiprovokálta belőlem, hogy, hogy, hogy adjak tanácsot is, hogy hogyan lehet minél később, Abba a korba jutni, hogy felejtünk, azt kell mondanom, hogy működtetni kell az agyunkat. Nem baj, hogy az e, szudekú fejtés, e, e, vagy akár sakkozás, vagy e, könyv olvasása. Műkötetni kell e, ez. Erre ma már bizonyítékaink vannak. Hogy az agy működésével tulajdonképpen a dementálódásnak a, az időszaka. Tehát a, amikor elkezd jönni, hogy ezt is elfelejtem, azt is elfelejtem, akkor ezt eltolja. Azt a periódust életünkben, amikor még teljesen ö, jól tudunk gondolkodni és nem felejteni, azt kitolja az életünkben. Tehát működtetni kell az agyunkat. Ö, működtetni. Én nem mondom azt, hogy a televíziózás a legjobb módszer. Azért nem, mert a televízió nem csak a képet adja, hanem mellé érzelmi dolgokat. Tehát kvázi befolyásol, hogy hogyan viszonyuljak, amit látok. Ez erről, a reklámnak is a szerepe. Erről jut eszembe, hogy az érzelmek mekkora területet, vagy mekkora hatást gyakorolnak az agyra, mert mindig a tudásról van szó, Igen. hogy tanuljunk, memorizáljunk, figyeljük, és az érzelem az milyen szerepet nagyon játszik? Nagy szerepet, nagyon nagy szerepet. Mondok egy példát. Ha valaki úgy tanul a érettségire, a szigorlatára, hogy utálja, amit, Tanul. Negyedét nem tudja megtanulni, mintha valahol érzelmileg tud kötődni ahhoz. Tehát nem lehet parancsóra tanulni, hanem csak úgy, hogy pozitívan viszonyulok hozzá. És ez a szülő feladata, ez a tanár feladata, ez a PSD programot vezetőnek a feladata, hogy ahhoz a kérdéshez úgy irányítja a tanítványát, a gyermekét és a hallgatóját, hogy kedve legyen benne, amit kedvel csinálunk. Sőt, mondok még valamit, minden olyan esemény életünkben az önében is. A múltban, ahol pozitív érzelmeket kapott társítva, az megmarad. Sokkal tovább, mint a negatív. Ez nem rossz egyébként. Én azt szoktam kérdezni, hogy lehet, hogy én agysérült vagyok, mert a negatív dolgok törlődnek az életemből. Na, nem, nem, nem ez a fiziológia. Ez, ez az? Ez az. De ez tudat alatt van, tehát ezt nem nem dresszíroztam magam, meg nem ne, edzettem nem, rá, nem, valahogy e, így születtem. Most, amit mondtam, a befejező gondolatot helyettem elmondta. Igen, ennek az az eredménye, hogy ami viszont, amihez nem viszonyulunk pozitív érzelemmel. A limbikus rendszerünkben az törlődik, előbb vagy utóbb. De ez egy típus, aki ezt meg tudja tenni. Igen, tehát ez, nem a, lehet ez, a meg, ez a megbocsájtásnak a filozófiája. Ez szép, ez szép. Nagyon szépen köszönöm viziel Szilveszternek, ma is sokkal okosabb lettem ön által, és köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm.